István, gyakorlat előadó vagy már a bizalmi körös rendezvényeken, de ez a mai mégis más, mint a többi. Mennyiben? Nagyon szépen köszönöm. Igen, valóban ez más. Egyrészt egy fantasztikus, kiváló helyszínen vagyunk, de ami ennél sokkal fontosabb, kiváló emberek társaságába, kiváló vezetők, kiváló szakértők társaságába. Mindig nagy örömmel jövök és veszek részt Gangál Petinek a rendezvényén, legyen az Trust Summit, legyen az Bizalomgára, legyen Bizalomest. Ugye most alapvetően a jövőről beszéltünk, és arról, hogy mit tartogathat akár a pénzügyi szektorba, akár a bankok esetében a jövő. És hát arra jutottunk, hogy bár közhelyes hangzik, a jövő már elkezdődött, és már itt a jelenben tulajdonképpen megtaláljuk azokat a főbb vívmányokat, legyen az online számlanyítás, online hitelezés, online pénzforgalmi szolgáltatások, online befektetés, amivel egy picit hát előre tudjuk hozni a jövőt a jelenbe. Pozitívan, negatívan, vagy inkább ilyen kiváró módon viszonyulsz az előttünk álló időszakhoz? Én mindig mindenhez pozitívan viszonyulok, soha semmihez negatívan. Iszonyatosan sok lehetőség van mindenben, független attól, hogy a makroökonomiai helyzet, vagy úgy általában a globális helyzet milyen. Igazából egy lehetőségek tárháza, amit pont ugyanúgy meg lehet találni felfele menő gazdaságban, mint lefele menőben. Bár azért azt tudni kell, itt Magyarországon felfele menő gazdaságról beszéltünk. Az első negyedében 8,2 volt a gazdasági növekedés, az egész évben 4%-os gazdasági növekedésről beszéltünk, egy szinte teljes körű foglalkoztatottság minimális munkanélküliségről, de sokkal jobb a helyzet annál, mint ami egyébként a köztudatban van, nem csak Magyarország kapcsán, hanem világviszonylatban. És ezek a negatív várakozások, ez a negatív hangulat a köztudatban, az, ami egyfajta ilyen önbeteljesítő jóslatként egyébként be is igazolódik, és ez az egyik fő oka annak, hogy például ennyire csökkennek a tőzsdék, vagy ennyire romlott a befektetői hangulat. Pénzügyi szinten mi az, amit tapasztalsz? Milyen nyitottság van egyáltalán például befektetni, vagy pont most az az időszak jön, amikor majd mindenki hitelhez fog folyamodni? Egy elképesztő mértékű hitelezési boom volt az utóbbi időszakban, hogyha belegondolunk, akkor lakossági oldalon iszonyatosan nőtt a jelzálog hitelezés itt Magyarországon, de világszerte is. Itt Magyarországon még mindig nem értük el egyébként a közép-kelet-európai, vagy akár csak a közép-európai átlagot, tehát ilyen szempontból mindig van tér hova fejlődni. Nagyon nagy boom volt vállalati oldalon is, nagyon sok kedvezményes kamatozású program volt, 2013 és 21 között az NHP, Kavosz Széchenyi kártya is, mert több mint 10 éve velünk van, az MFB-nek, Exim Banknak rengeteg programja volt. Most az izgalmas, hogy június végével kifut ez a Kavosz Széchenyi kártya program, ez a 2,5%-os hitellel, és hogy vajon milyen kedvezményes kamatozási hitelek jönnek, hogyha nem jönnek, amire kicsi az esély, valószínűleg lesznek, és maradnának ezek a piaci kamatozások, olyan 10% fölötti lenne a kamatszint, ami rövid távon nagyon rémisztő lehet a társaságok számára, és emiatt rövid távon visszaeshet a hitelkereslet. Nyilván befektetési oldalon pedig nagyon jelentős veszteségeket szenvedtek el a tőzsdék világviszonylatban is, és ezért most mindenki keresi azt, hogy hova érdemes befektetni. Az ingatlanárak nagy mértékben nőttek világviszonylatban is, de Magyarországon különösen. Kérdés a jövőben, ez fenntartható-e, és esetleg megtorpan, ugye vannak olyan szenáriók, hogy csökken, és kérdés, akkor hova érdemes a megtakarításokat elhelyezni. Az biztos, hogy otthon tartani az egyértelműen bukó, hiszen azért az idei évre egy ilyen 9,5%-os, sok más elemző szerint meg egy akár 10%-ot is meghaladó inflációval szembesünk. Iszonyatosan magasak az árak, és azt mondja mindenki, hogy ez még fölfele fog mászkálni. A jelen és a jövő cégvezetőjének milyen pénzügyi hozzáállást javasolsz? Természetesen óvatosnak és kockázattudatosnak kell lenni, de az óvatosság és a kockázattudatosság az nem egyenértékű azzal, hogy nem ragadjuk meg a kínálkozó lehetőségeket, hogy nem veszünk fel hitelt, hogy nem beruházunk, hiszen az egy biztos útja annak, hogy leépül a vállalkozás, leépül a társaság. Tehát nagyon nyitott szemmel kell járni, és nagyon sok lehetőség van a piacon. Nagyon rövid távon érdemes ezt a 2,5%-os Kavosz Széchenyi kártya hitelt még fölvenni. Ugye azt követően érdemes figyelni ezeket a kedvezményes kamatozási hitelprogramokat, amik vélelmezhetően majd elindulnak a jövőben.
hogyha egy társaság exportál, akkor, vagy export-import tevékenységgel foglalkozik, akkor érdemes a kereskedelmi finanszírozási eszközökkel élni, garancia, akkreditív, okmányos beszedési megbízás, ezzel nagyon sokat lehet kockázatokat csökkenteni. Érdemes lehet faktorálni, akár biztosítás igénybevételével, egyébként is érdemes lehet biztosításokat igénybe venni, akár a munkavállalók számára, egészségvédelem, vagyonvédelem szempontjából, akár a cég számára. Úgyhogy nagyon sok olyan pénzügyi eszköz is rendelkezésre, amivel akár a kockázatokat csökkenteni, vagy kiküszöbölni lehet. Ilyenek lehetek a treasury műveletek, ahol az árfolyamokat lehet fixálni, akár hosszú távon is. És akkor nagyon sok olyan bizonytalanságot ki tudunk szedni a vállalkozásból, ami fontos lehet jelenlegi turbulens helyzetben, és akkor tényleg arra tudunk fókuszálni, amiben a legjobbak vagyunk, kereskedelem vagy gyártás, annak függvénye, milyen cégről beszélünk. Amellett, hogy előadsz, mi volt ez a tényező, ami miatt úgy döntöttél, hogy támogatóként is a rendezvény mellé állsz? Mi már nagyon régóta támogatjuk a bizalmi kört, és nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit személyesen még Angál Péter is elért, és amit ez az egész brand, amit ez az egész képvisel. Nagyon sok itt található ügyfelet, társaságot már a saját CIP bankos ügyfelként is köszönhetünk, akár lakossági oldalon, akár vállalati oldalon. Mi bízunk abban, hogy a bankolás sokkal többről szól, mint hogy olcsón, egyszerűen és gyorsan adjunk dolgokat, ez egy alapvetés, hanem valóban szól arról, hogy ki kell, hogy alakuljon egy partneri viszony, egy bizalom, ahol mindig ott vagyunk, stabilak vagyunk, amit tegnap mondtunk, azt holnap is képviselünk, számíthatnak ránk, megbízhatnak bennünk, és hogy értéket tudunk teremteni, és ezért nagyon szeretjük az olyan közösségeket, ahol ugyanezek az alapvetések, ezek az értékek nem csak a szavak szintjén, de a tények mentén is jelen vannak. István, köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.